5 percben szeretném bemutatni a cégünket, a Holland Alma Kft-t, hogy mindenki előtt teljes mértékben világos legyen az, hogy mivel is foglalkozunk mi. Ugye hát benne van a cégnek a nevében, hogy Holland Alma Kft. Gyümölcsfa iskola, tehát én úgy gondolom, hogy innentől kezdve nagy meglepetés nem érhet minket. Viszont van egy másik cégünk, a Holland Alma Kft. Cégünk az, aki az oltványoknak a termelésével foglalkozik, az Innofruitplant Kft. Forgalmazza, tehát ő a kereskedő cégünk, forgalmazza ezeket az oltványokat. Jelen pillanatban, volumenét tekintve Magyarország legnagyobb gyümölcsfa iskolája vagyunk, ami azt jelenti, hogy az éves kapacitásunk az 350-800 ezer darab gyümölcsfa per év. Ez ezelőtt 10 évvel még volt 1 millió darab fölött is. Jelen pillanatban éves szinten olyan 450 ezer törzses gyümölcsfát bocsát ki a faiskola. Zömében alma az előállításunk, tehát az oltványaink 65%-a alma, nagyon jelentős még a szilva és a megy. A bírsalma, a körte, a kajszibarack és a cseresznye az pár tízezer darab, tehát azt mondom, az inkább ilyen hobbi szinten foglalkozunk vele. Nagyon komoly innovációs tevékenységet almába, szilvába fejtünk ki. Kicsit szerencsétlen a cégnek az elnevezése, hogy miért Holland Alma Kft. Semmi közünk nincsen a hollandokhoz. Ez egy egyszemélyes családi vállalkozás, egyetlen magyar tulajdonosa van. A termelést és a kereskedelmet és az egész cégnek a vezetését az négyen fogjuk össze. Annyit érdemes tudni még, hogy saját alapanyagból dolgozunk. Tehát mind a szaporításhoz felhasznált alanyok, mind pedig a nemes szemek, azok saját törzsültetvényekről származnak. Már amihez van jogosultságunk. Az összes többi az Olaszországból, Németországból és zömében, Csehországból, Franciaországból érkezik. És ami még nagyon jelentős, és sokan nem is gondolják, hogy mekkora jelentősége van, hogy 140 hektár öntözhető, teljesen szűz faiskolai területtel rendelkezünk. Ez miért érdekes? Hát kit érdekel, hogy kinek mennyi földje van? Nem az a lényeg benne. Ebből az az érdekesség, hogy ahol egyszer gyümölcsoltványt termeltünk, ami mondjuk egy 1-2, maximum 3 éves folyamat, ott minimálisan 4 évig még egyszer gyümölcsfaiskola nem lehet növényegészségügyi szempontból. Viszont hogyha van egy nagyobb terület, akkor 8-10 éves vetésforgót is be tudunk tartani. Mi tudjuk a 8-10 éves vetésforgót, és egy nagyon-nagyon komoly fajtakutatási tevékenységet végzünk. Hát csak egy pár kép a faiskolából, ez egy vegetatív alma alanytermő anyatelep, ez pedig itt egy szemzőhajtás termő törzsültetvény, ahonnan az alapanyagok származnak. Ugye, mint faiskola, szemzéssel, oltással, illetve ezeknek a továbbnevelésével egyaránt foglalkozunk. Tehát a szaporításunknak azért a 80%-a a szemzésből indul ki. Az oltásnak, kézben oltásnak kisebb a jelentősége. Miért nehéz az új fajtáknak a bevezetése, és miért egyre nehezebb? Talán még 10-15-20 évvel ezelőtt is, mióta faiskolával foglalkozom, könnyebb volt a helyzet. Egyrészt a fajtákat jogok védik. A régi fajták, mondjuk az idaredet, a goldent mindenki ismeri, a fogyasztók is, a termelők egyaránt. Ezek szabad fajták. Ezeket szabadon lehet szaporítani. Viszont az újonnan nemesített fajtákat, fajta jelölteket, a nemesítők, fajta tulajdonosok levédik ennél a CPVO nevezetű szervezetnél, a Közösségi Fajta Oltalmi Hivatalnál, és ez a védettség, ez 30 évre szól, és újabb 30 évvel meghosszabbítható. Tehát ha egy fajta jelölt beválik, a nemesítő lát benne fantáziát, onnantól kezdve 60 évig oltalom alatt áll. Ez olyasmi, mint a szerzői jog, vagy olyasmi, mint a szabadalmi jog. Nagyon komoly jogi háttér van egy-egy fajta mögött, és ezekhez a jogvédett fajtákhoz nagyon-nagyon nehéz hozzájutni. Nézzük meg, hogy ez hogy épül fel. Ugye van a nemesítő, aki keresztezéses nemesítéssel vagy szelekcióval létrehoz egy fajta jelöltet, lát benne egy fantáziát, levédeti. Onnantól kezdve eldönti, hogy annak a fajtának mi legyen a sorsa. Ezt általában a nemesítők, ugye nemesítők, nemesítő intézetek nincsenek jól elengedve
anyagilag. Ha van egy jó fajtájuk, azt eladják egy X összegért. Ezt eladhatják egy banknak, eladhatják egy joggyűjtő szervezetnek, eladhatják egy faiskolának, egy faiskolai szövetségnek. És itt olyan nagyon komoly nyugati faiskolai szövetségek, tőkeerős cégek léteznek, mint például a Dél-Tiroli Faiskolák Szövetsége, aki ezeket a fajtákat felvásárolja. És a Pink Lady-t biztos mindenki ismeri, az egy klubfajta. Új-Zélandról származik, Európába eladták körülbelül 10 faiskolának, csak ők szaporíthatják, és még azt is tudni kell a nemesítőnek koordináta szerint, hogy a Pink Lady oltványok hova kerülnek ki. Tehát, hogy ki foglalkozik Pink Lady alma termesztéssel. Egy zárt kör, amiben nagyon-nagyon nehéz bekerülni. Most már odáig fajult a helyzet a fajták piacán, hogyha mondjuk kimegyek Bolzánóba a legnagyobb almás kiállításra, látok egy almát, ami megtetszik nekem, hívjuk ezt, teljesen mindegy, hogy milyen néven, utána nézek, hogy kié a fajta, már kiderült, hogy a jogát régen eladták. Nem tudok hozzájutni, nem tudom leszaporítani, nem tudom forgalmazni. Legutóbb, október 7-én voltunk pont Ferenccel a Prágai Botanikai Intézetben, ami jelen pillanatban az egész világ legeredményesebb alma nemesítő intézete. Megtetszett nekünk 3-4 fajta jelölt, még csak kódszámai voltak, mondtuk, hogy ennek a fajta jelöltnek a jogát szeretnénk megvásárolni. Mondták, hogy nem lehet, mert már eladták Dél-Tirolba. És a Dél-Tirolba kell menni, könyörögni, hogy hagy kapjuk meg a forgalmazási, szaporítási jogot mondjuk Kelet-Európára, vagy csak Magyarországra, vagy Szerbia, Románia, Magyarország területére. És nagyon komoly pénzeket kérnek, amit nem biztos, hogy ki tudunk gazdálkodni. Az a bizalmatlanság, ami a nemesítők meg a fajta szervezetek között mondjuk ezelőtt 20 évvel fennállt az irányunkba, azt sikerült áttörni, de nagyon kemény próbák elé állítottak minket. Volt olyan az Artavos nevezetű legnagyobb fajta jogtulajdonos szervezetnél, 5 fajtának szerettük volna megkérni a szaporítási jogát, például ennek a Lunának, a Red Topaznak, Rosellának, Siriusnak. Egy kedden délután felhívtuk őket, azt mondták, hogy holnap délben Berlinbe találkozzunk, és legyen nálunk némi készpénz, hogy tárgyalni tudjunk. Tehát beugrót kellett fizetni egyáltalán ahhoz, hogy leüljenek velünk egy asztalhoz beszélgetni. Ugye vannak licenszjogok, illetve licenszdíjak. A licenszdíj minden fajtánál változik, általában 20-30 centtől egészen 5 euróig. Na most vannak olyan kajszi, francia kajszi barack fajták, mondjuk egy fleskot vagy tomkot, aminek 5 euró a licenszdíja. Az annyira sok, de még akkor nem szaporítottam egy darabot sem, még nem neveltem, nem költöttem rá. Azok a fák nyugaton 20 euró környékén mennek. Ez olyan ár, ami nem versenyképes Kelet-Európában. A 10 euró is egy olyan lélektani határ, amit nagyon-nagyon nehéz átugrani. De az a lényeg, hogy a faiskolának minden egyes leszaporítás, illetve értékesítés után nagyon komoly díjakat kell fizetni a fajta tulajdonos felé. De a legszomorúbb az, hogy már nem tudjuk a fajtát megvenni, mert fajta jelölt korában valaki megveszi az orrunk elől, aki nagyon tőkeerős. Mi nem vagyunk tőkeerősek. Nagyon nehéz bevezetni egy új fajtát azért, mert nem ismeri a piac. Ha azt mondom, hogy ez egy Golden Reinders, akkor az 80 éve termelik a világon, mindenhol ismerik, de ha azt mondom Luna, akkor meg nem ismeri senki. Tehát van egy bizalmatlanság az új fajtákkal szemben, és csak olyan fajtákkal lehetünk versenyképesek, amik önmaguktól is eladják magukat a piacon, tehát a fogyasztó kedvelik és keresik és értékelik. Egy fajta életciklusa mennyi? Sajnos egyre rövidebb. Az idaret körülbelül egy 80-100 éves fajta, ismerik a világon mindenhol, és még mindig termelésben van, és még mindig keresik a fogyasztók. Viszont az új fajták, azok feljönnek, 20-30 évig csúcson vannak, és utána szépen lecsökken a kedveltségük, lecsökken a fogyasztók általi keresettség, de azt mondom, hogy egy fajtával 50-60 évre lehet tervezni. Vannak olyan fajták, amik nem válnak be, azok természetesen hamarabb eltűnnek a süllyesztőben. Jelenleg a világon elismert almafajta közel 3200 darab van,
az Unióban több mint 2000, és ennek a negyede már védett fajta. Az elmúlt 10 évben nem jött ki olyan fajta, ami nem került védelem alá. A nemesítési munkában mennyi idő van egy fajta esetében? Ugye a keresztezéses nemesítés az egy elég komoly pepecs munka, virágot virággal poroznak, izolálják, körülbelül 10 000 virágból keletkezik annyi mag, hogy 20-25 000 magvetést meg tudjanak csinálni, abból a értékesebbnek ítélt fajokat vagy egyedeket leoltják, annak 1-2%-át kiszelektálják, eddig a munka körülbelül 7 évet vesz igénybe a nemesítő életéből. Utána a kutatóintézeten belül van egy 10 éves tesztelési fázis, és utána jönnek az üzemi kísérletek, ami 5 év, tehát minimum 22 év, mire egy fajta jelölt eljut odáig, hogy elismert fajta legyen. Magyarul nagyon-nagyon kicsi az esélye annak, hogy egy nemesítő után 8-10 fajta szülessen, de van rá példa. Ez egy száraz kis ábra, de egy nagyon érdekes történet van hozzá, és ezt hagyd mondjam el, és hagyd tisztelegjek valakinek az emléke előtt. A Prágai Botanikai Intézet vezetője 40 éven keresztül egy Jaroszláv Tupi nevezetű idős úr volt. Amikor én megismertem, akkor volt 85 éves, sajnos ezelőtt 4 évvel, 94 éves korában elhunyt. Mellesleg szellemileg és fizikailag 94 évesen is egy nagyon fit ember volt. A Tupi úr és munkatársai nevéhez körülbelül 15 világfajta tartozik. Ez nagyon nagy szó, tekintve, ha megnézzük a magyar nemesítést, az elmúlt 40 évben 4 darab fajta jött ki a hazai nemesítésből, az a dr. Gétót Magdóna nevéhez kötődik. A Jaroszláv Tupi a világon olyan elismertségnek örvend, hogy mai napig a szobáját kulcsra zárták a kutatóintézetbe, és senki nem nyúlhat semmihez. Egy, gyakorlatilag egy szentély az a szoba, és ez van a falán, ez a bonita fajtának a szelekciós szisztémája. Ez a fajta most fog még berobbanni Európában, de a gyökerei 130 évre nyúlnak vissza. Jaroszláv Tupi 1966-ban vette át ezt a nemesítési vonalat, de látjuk azt, hogy olyan fajták vannak benne, mint a Róma szépe, vagy a Golden Delicious, vagy a Jonathan, vagy a Spartan, vagy a Jolana, vagy a Rubin, Topaz, Vanda. De ami nagyon-nagyon érdekes, az az, amit itt látunk felül. Mi ez a Malus floribunda? Ez a vadalma. A vadalmában van egy gén, ami felelős a betegség ellenálló képességért. Ez az úgynevezett VF gén. Ez a VF gén felelős a varasodás szembeni ellenálló képességért. A világ összes nemesítője arra törekszik, hogy keresztezéses nemesítéssel a vadalma VF génjét valahogy bevigyék egy új fajtába. Csak hogy ez a VF gén egy keserű utóízzel párosul, és ez dominánsan örökíti az utódaiba. Azaz azt jelenti, hogy az ellenálló fajtáknál a háttérben mindig van valamilyen keserű utóíz. A csehek, Jaroszláv Tupi is fordítva ültek rá a lóra, és azt mondták, hogy mi olyan fajtákkal keresztezzük a VF-gént hordozó fajtákat, amelyek a világ legfinomabb almái, és a rezisztens almák élvezeti értékét felhozzuk az asztali alma élvezeti értékére. Ne érződjön a VF-gén által hordozott keserű fanyar utóíz. És mi ez a kalapos, cilinderes emberke? Ő az angol királyi kertész volt a 800-as évek végén, úgy hívták, hogy Lord Lamburn. Egy alma rajongó volt, és elneveztek róla egy alma fajtát Lord Lamburnre. Ez a nagyszámok törvénye alapján megszavazott világ legjobb ízű alma fajtája. Nagyon szubjektív, mert ugye mindenkinek más ízlik, de elfogadottan a Lord Lamburn a világ legjobb ízű alma fajtája. Ezt keresztezték a Jolanával, ebből lett az utód a Vanda. Aztán a Pink Ladynek a rezisztens utódja lett a Crips Pink, ebből a keresztezésből létrejött a Topaz, arra rávitték a Crips Pinket egy keresztezéssel, és ennek az eredménye lett a Bonita. Tehát van egy 130 éves munka, közben született legalább 5 fajta, és most a fajták csúcsán ott áll a Bonita.
láthatjuk, hogy nem egy emberöltőnek a munkája van egy-egy fajta mögött. Mire megy most rá a nemesítés? Ugye minél színesebb alma legyen, minél jobban színesedő változatok, másodszorban pedig arra ment rá a nemesítés, hogy ellenállók, rezisztensek legyenek az almák varasodással és lisztharmattal szemben. Amik kijöttek az elmúlt 10 évben több mint 500 új almafajta, annak több mint az egyharmada már a varasodás rezisztens csapatba tartozik. Hát ez annyira nem érdekes, csak egy-két gondolat erejéig. Ugye Magyarországon a régből a Kov multi nevezetű fajta, az ami rezisztensnek mondható fajta, ez már 70-es évektől létezik, nem futott be túl nagy karriert, szinte senki nem ismeri. A Rodonit, az Artemis, a Cordelia, illetve a Rosmert, a fajták, ezek az elmúlt 10 évben a Gétót Magdolna nemesítéséből származnak. Egyébként ezeknek az első darab fáit saját kezűleg szemeztem le a mi faiskolánkba, tehát mi csináltuk a kísérletben, a kutatásban a felszaporítási részt. Aztán látjuk a cseheket, a Jaroszláv Tupi féle csapatot, Luna, Orion, Red Topaz, Rosella, Sirius, Topaz, Black Topaz, Allegro, Bonita és még sorolhatnám Galiva, Galarina fajták. Ők a legerősebbek a nemesítésben. Azért Amerikából, az olaszoktól, franciáktól is származik egy-két fajta, de ezek speciális célokra alkalmas fajták. 2008-ban a mi cégünk is elkezdett, ugye nemesítésre mi nem vagyunk felkészülve, tehát az egy olyan munka, ami teljes embert kínál, vagy kíván, faiskola mellett erre nincs lehetőségünk. Mi nekünk arra van lehetőségünk, hogy ezekből kiválogassuk a legjobbakat, és ezeknek a szaporítási jogát megszerezve ezeket felszaporítsuk, és megpróbáljuk bevezetni az európai köztermesztésben. 2008-ban semmi más nem tettünk, elmentünk az összes kutatóintézetbe szeptemberbe, októberbe, kimentünk a kertekbe, a kísérleti ültetvényekbe, és azt mondtuk, hogy tetszik ez, mi a neve. Mondták, hogy 658/96, jó, felírtam egy lapra, ebből kérek egy ládával. Behoztuk a gyümölcsöt, körülbelül 100 fajtának a gyümölcsét, betettük a hűtőházba, összehívtunk először 30-40 termelőt, és azt mondtuk, hogy kóstoljuk végig az egész sorozatot. Ilyen rendezvényeket csináltunk, hát volt olyan, hogy 70 fajtát kóstoltunk egy nap alatt, hát az már munkának is, tehát hobbiból nem kóstolnék meg 70 almát, tehát az elég komoly munka volt. Látszik, hogy vannak benne igazán érdekes dolgok, például piros belsejű fajták és egyebek. A lényeg az, hogy ezek anonim kóstolók voltak. Lehet, hogy volt nálunk valaki innen is kóstolni 2008 és 2010 között. Akkor 2 évig csináltuk ezt a folyamatot. Nem így raktuk ki az almát, hanem meghámozva, felkockázva, és csak beszámoztuk a sorozatot. Senkit ne befolyásoljon az almának az alakja, a színe, semmi. Kóstolási próbákat csináltunk, egyes minta, le kellett pontozni 1-10-ig, mennyire roppanós a húsa, mennyire tetszik, milyen a savcukor harmóniája, milyen az illata. Legalább 5 féle szempontot kellett pontozni 1-10-ig. A 2-es minta az mindig a golden volt kontrollnak, a 7-es minta pedig mindig az ida red volt kontrollnak. És arra voltunk kíváncsiak, hogy nagyon sok ember véleménye alapján, mik azok a új fajták, amik amellett, hogy tetszetősek, jól tárolhatók és betegségellenállók, ízben megverik a goldent, illetve megverik az ida redet. Ugyanis nem jó ízű almát egyszer lehet eladni. Viszont ha valaki telibe találja a fajtát, és az finom, akkor azért a fajtáért visszajárnak. Tehát olyan fajtát kerestünk, amit könnyű termelni, a faiskola képes előállítani, a kereskedő meg akarja venni, mert szép, a fogyasztó meg visszajön érte. Tehát ami olyan fajtát kerestünk a rezisztensek közül, ami mindenkinek az igényeit képes kielégíteni. 3000 embert kóstoltattunk meg. Először csak ott a faiskolába szerveztünk ilyet, aztán iskolákba, áruházakba. 3000 ember véleménye az már mond valamit, és így választottunk ki először 5 fajtát, amivel elindult a új fajták szaporítása Magyarországon. Ez a fajta ez pont nem ilyen, de szerencsétlenül pont ezzel kezdem a fajtáknak a sorát. Ez Amerikából származik, védett fajta,
nem is igazából újdonság, mert maga a fajta az olyan 50 éves, de Európában olyan 10-15 éve kezdett el beszivárogni. A Gold Rush a jelenleg a világon termesztett almafajták közül a legkésőbbi érésű. Azt mondom, hogy már nem is október, hanem inkább november az érési ideje. Annyit érdemes róla tudni, hogy teljes mértékben ellenáll a varasodásnak, viszont a lisztharmattal szemben nagyon érzékeny. Tehát a lisztharmat elleni védekezésre a Gold Rush esetében oda kell figyelni. Rettentő sokat képes teremni. Nem hullik a gyümölcse, tehát azt is megcsinálhatjuk, hogy ugye az alma kibír a fán 3-4-5 fokot mínuszban, hogy teljesen a szüreti időszak végén szedjük le, viszont ebben a fajtában a VFG-n keserű íze az elég erősen érezhető. Tehát ez a fajta inkább csak nagy tömegű sűrítménygyártás céljára való. Hát a következő az már nem. Az már egy igazi, nagyon-nagyon magas élvezeti értékű fajta. Hát az ő szerencsétlen neve az az, hogy CH101-es. Sajnos ez a neve. A Galiva az nem a fajta név, az csak egy márka név. Sajnos nekem a faiskolában a címkére ezt kell ráírnom, hogy CH101, és akkor valaki vásárol, Szabolcs, kéne 3000 darab Galiva fa, eljön érte, pakoljuk a teherautót, és azt mondja, hogy hát te figyelj, ez nem is az, ez CH101, az van ráírva. Hát mondom, ez a neve a fajtának, a Galiva az csak egy márkanév. Én úgy hívom ezt, hogy szeptemberi gála, ugyanis a gála klónokat ugye mindenki ismeri, tudjuk, nagyon-nagyon finomak. Van egy csomó problémájuk, például, hogy nagyon érzékenyek varasodásra. Viszont ez a Galiva nevezetű fajta, ez ízben megveri a gálákat. Sokkal finomabb, nagyon-nagyon lédús, nagyon-nagyon harmonikus ízű almafajta, és nagyon szép a külleme. Közepes méretű gyümölcse van, tehát az a 70-80 közötti kategória. Pontosan az, amit a piac nagyon keres, ugye a 90 fölötti almát azt nagyon nehéz eladni, a 65 alatti almát azt szinte lehetetlen eladni. A nagyméretű almát sokszor bünteti a piac, tehát nem az a jó, ami nagyon nagy. Ez pont az a mérettartomány, ami kell, és nagyon-nagyon tetszető szemre. Nem lehet jól tárolni, tehát ez olyan 3 hónapos tárolhatósága van egy normál hűtőben. Nagyon jó fajta a szortiment széthúzására, hogy ne csak októberbe kelljen szüretelni, hanem már a szüret egy részén szeptemberbe túl legyünk, illetve szét tudjuk húzni a szüreti munkacsúcsokat. Egyetlen hibája van, hogy nem egyszerre színesedik a gyümölcs. A következő képen látszik, hogy a gyümölcsöknek egy része tökéletes fedőszínnel rendelkezik, erre meg még itt várni kell alul erre a lemaradó gyümölcsre körülbelül egy 7-10 napot, tehát kétmenetes szedése van a fajtának, vagy kétmenetes szedést igényel. De amellett, hogy finom, amellett, hogy szép, teljes mértékben varasodás ellenálló, toleráns lisztharmattal szemben, és rendkívül termékeny. Tehát akár egy 2 éves M9-es alanyú knipfán 5-6 kiló alma is lehet. 106-os alanyon 1 éve később fordul termőre, de nagyon rendszeresen és nagyon bőven terem. Sok esetben és nagyon könnyű metszeni, nagyon magától nagyon szép koronát alakít. Látható itt ezen a felvételen, hogy ugye ez körülbelül egy augusztus elejé vagy augusztus végi kép lehet, hogy a csúcsrügy már lezáródott és bevastagodott, tehát ebben a rügyben már virág van, és 1 éves vessző végéről beszélünk. De nagyon sokszor a hajtórügyek olyan jó kondícióba kerülnek, hogy a hajtórügyek is virágrügyé alakulnak. Ezek a fajták azt mondjuk, hogy spontán virágzásra hajlamos fajták. Miért lényeges ez? Az alma klasszikus termőrésze azok a rövid termőrészek, a dárdák, illetve a nyársak, azok a rügyek ugye bunkósak, nagyok, abban van a virág, tudjuk metszéskor, hogy azok a virágrügyek. Vannak olyan fajták, amik nagyon kifejezett virágrüggyel rendelkeznek, például a Jonagold klónok, vagy egy Idared, 10 méterről látszik, hogy miből lesz virág és miből hajtórügy. Viszont ezek a fajták képesek az éves vesszőnek az oldalrügyeiből is virágot hozni. Na most a nagy kifejezett, úgynevezett elsőrendű virágrügyek,
azok hamar nyílnak. A másodrendű, gyengébb funkcióképességű virágok, amik az éves veszőnek a oldalrügyeiben vannak, azok 5 nappal később nyílnak. Magyarul a fagyos éveket az oldalrügyekben lévő virágok szokták megmenteni, hogy akkor is legyen termésünk, hogyha a fővirágaink, az elsőrendű virágok elfagynak. Na, ez a galiba fajta rendkívül hajlamos arra, hogy az éves vesző virágrügyei, vagy éves vesző rügyei, oldalrügyeiből is virágot hozzon. Az idén ez a betakarításkori cukortartalom 18-as volt, az idei évben mért legmagasabb fajták között a legmagasabb cukortartalom, de mégse egy tompa cukros fajtáról van szó, mert meglehetősen sok sav is van mellett, tehát egy kellemes, harmonikus ízű alma. Én nagyon-nagyon kedvelem. Nekem az egyik kedvenc fajtám. Galarina, a nevébe benne vannak a szülei, a anyai vonal az gála, az apai vonal az florina, tehát ez a gálának és a florinának a keresztezéséből származik. Késői érésű október 10, október 20-a között van általában az érési ideje. Kőkemény gyümölcshúsú, savas dominanciájú, nagyon-nagyon jól tárolható, nagyon szépen színesedő fajta. A nemesítőnek az volt a célja a galarinával, hogy a florinának a kedvezőtlen tulajdonságait tudja tompítani a gála keresztezéssel, ugyanis a florina, hát ismeri mindenki, viszonylag jól színesedik, viszonylag jól tárolható, de az íze nem az igazi, és azért vitték rá a gálát, hogy a florinának az ízét egy kicsit fel tudják húzni, illetve ami a florinában még kedvezőtlen tulajdonság, hogy egyik évben 80 tonna, másik évben 10 tonna vagy nulla a terméshozása, tehát meglehetősen alternáló, szakaszos terméshozású fajta. A gála vérvonal ezt egy bizonyos szinten tompítani képes. A galarinának is van alternancia hajlama, de közel nem annyira durva, mint a florina esetében. A metszései speciális ennek a fajtának, szintén varasodás rezisztens, vagy varasodással szemben ellenálló fajta. Mondtam, hogy savas dominanciájú fajta, tehát 13,8-as volt a Brix indexe szembe a galivának a 18-asával. Egy igazi különlegesség, vagyis hát ahogy nézzük, piros belsejű fajtáról van szó, érdekes neve van, B3341-es. A B, az, ez nem csehfajta, az előzőek csehfajták voltak, ez a B, ez a Bajoroknak a kutatóintézete. Nagyon sok piros belsejű fajtájuk van, olyan is, ami már befutott és Európában kapható az üzletekben, Baja Francesca, Baja Marisa neveken. Ez a fajta még nem kapott nevet, lehet, hogy nem is fog, és ez marad a neve, bár én javasoltam egy Red Beauty-t, vagy egy Beauty Red nevet adjanak neki. Ugye a régi, klasszikus, ősi magyar fajták között is vannak piros belsejűek, tehát ez önmagában nem újdonság. Ami újdonság, az az, hogy ezek a piros belsejű fajta jelöltek, ezek varasodás és lisztharmattal szemben ellenállóak. 27 ilyen fajta jelöltet vizsgáltam az elmúlt 10 évben, és a 27 között csak egy olyat találtam, amit érdemes termesztésbe vonni, ez a 3341-es, illetve ennek a testvére a 3340-es. Ugyanis azt tapasztaltam, hogy ezek a piros belsejű fajták egyik évben nagyon sokat teremnek, a másik évben pedig szinte semmit. Ez az egy és a 3341-es, meg a 3340-es, ami kivétel. Ezek minden évben teremnek, ráadásul nem tudom jobban mondani, piszkos sokat teremnek, annyira sokat teremnek és olyan szinten túlkötődnek, hogy minden évben ritkítani kell a gyümölcsöt. Ezt vagy ammónium-tioszulfáttal, vagy naftilacetamiddal, vagy naftilecetsavval, vagy gibberellinnel, vagy kézzel. Több lehetőség nincs. Tehát vagy vegyszerrel, vagy kézzel le kell ritkítani, különben 60-as lesz az alma, és szétszakadnak a fák. Nagyon-nagyon szép a fedőszíne, és nagyon-nagyon komoly piros húszszíne van. Most ezt a piros húszszínt, ezt tovább viszik a feldolgozott termékbe is, tehát ennek a fajtának a leve is egy kicsit olyan, mint egy rozé bor, illetve aki chipset vagy almakockát gyárt, nem fehér az alma, hanem piros. Tehát egy értékes tulajdonság. Na de, hol van a de akkor?
Ugye a piros színt ezeknél az almáknál az antocián okozza. Az antocián, mint a vörös káposzta esetében, vagy a cékla esetében, ugye tudjuk, hogy ezeknek nagyon magas antioxidáns tartalma van, tehát ha azt mondom, még egészségesebb alma, mint egyébként az összes többi, a magas antioxidáns tartalom miatt, de az antocián keserű ízt hordoz. Magyarul ezek a fajták nagyon-nagyon savasak, a piros belsejű fajták. És én olyat kerestem, ami mindig terem, sokat terem, és a sok sav mellett sok cukor is van benne. Tehát szórakozásból is megenném, nem csak azért, mert kötelező, vagy gyerek vitt az iskolából mindegyikből egy pár darabot, és akkor ették a gyerekek, mint a kötelező lett volna, mert piros, és milyen érdekes, meg milyen szép. De közben savanyú, mint a citrom. Na ez, a 3344-es, ez nem. Tehát ebben van elegendő cukor is, azért választottam ki ezt a fajtát, vagy fajta jelöltet tovább szaporításra. Látszik az, hogy csak, idézőjelben mondom, csak 13,2-es volt a cukortartalma, tehát ez volt az idén is a legsavanyúbb alma. Na és elérkeztünk a Lunához, és a Luna az többet érdemel az előző fajtáknál. Ezelőtt még 30 évvel a világ legnagyobb volumenben termesztett fajtája az a Golden Reinders volt. Vagyis nem csak a Golden Reinders, hanem úgy mondom, hogy Golden klónok, a Smoothie, a Golden Lee, a Golden Bay, Golden Reinders, legalább 30 fajta tartozik ebbe a fajta körbe, tehát a sárga almáknak a csoportjába. Viszont a nyugati fogyasztó társadalom a sárga almák felől elfordult. Tehát most a hollandoknál, németeknél, belgáknál, olaszoknál olyan almát lehet eladni, ami piros, és minél pirosabb, annál kapósabb. Viszont a fogyasztók egy rétege igényli a sárga almát, és ízben nagyon-nagyon jók a sárga almák, viszont mindegyik piszkosul érzékeny varasodásra. A Luna az első olyan sárga fajta, ami varasodás ellenálló, lisztharmattal szemben toleráns, nagyon-nagyon finom, és minden évben sokat tud teremni. Mit szerettünk a Golden klónokból, közül mondjuk a Golden Reindersben? Látszik az, hogy egy hálózati parásodásra nem hajlamos, sima, nagyon-nagyon szép felületű sárga alma. A rendkívüli tervékenysége miatt ez a fagyos években is tud elegendő mennyiséget kötni, de az évek zömében általában túl sokat terem és túl köt. Ugye az almának ötös virágzata van, és nagyon gyakori, hogy mind az öt gyümölcsöt beköti. Nem csak a királyvirágot, ami elsőnek nyílik, hanem a másik négyet is. Tehát az alma ötösével, négyesével vagy hármasával áll. És mivel, hogy öt, négy vagy három alma van egy csokorba, éppen ezért sokszor ritkítani szükséges. És aki mondjuk vegyszerrel próbált már golden típusú almát ritkítani, az tudja, hogy mindig plafondózis kell alkalmazni. Teljesen mindegy, hogy milyen szerrel ritkítunk, akár naftilacetamiddal, akár ammónium-tioszulfáttal. Ammónium-tioszulfátnál hektáronként 10 liter az idaredet teljesen leritkítja, a goldennél oda kell rakni a 18 litert. A Luna esetében szintén, tehát nehezen ritkítható fajta, potenciálisan 10 év átlagában 70-80 tonna közötti terméshozásra képes. Viszont mivel általában csokrosan van, tehát ez nem egy klasszikus Luna fotó, mert ez ritkítás utáni felvétel, általában bojtba, csokorba van az alma a fán, emiatt nem egy felfújt, nem egy nagyméretű alma. Lényeg az, hogy egy nagyon jól tárolható almafajtáról van szó. Az átlag mérete ennek az almának olyan 70 mm plusz-minusz 5. Hogyha jól van leritkítva, akkor 85-ig fel tud menni, 85-90-ig is. Az idei betakarításkori cukortartalma 14,4-es volt. Általában a szüreti időszak akkor jön el, amikor a 12 felett 13-at eléri, onnantól kezdve már a Luna szedés érett kategóriába tartozik. Egy igazi, nagyon komoly alapfajtának tartom a Lunát, tehát aki ellenálló fajták közül sárga almával akar foglalkozni, annak a Luna egy alapfajta. Egy következő sárga fajta a Sirius. A képen is látszik, holott ez még nem szüreti érettség,
hogy itt egy sokkal nagyobb méretű gyümölcsről van szó. Ez abból ered, hogy a Sirius az egy triploid fajta. A triploid fajták nehezen termékenyülnek. A régi fajták közül ilyen volt a mucsú, meg ilyen az összes Yonagold klón. Tehát a mucsú mellé, meg a Yonagold mellé, meg a Sirius mellé legalább kettő darab porzó fajta illik. Tehát két darab együttvirágzó porzó fajtát oda kell tenni. A régi fajták közül nagyon jó porzó a Golden, a Gala, a Granny Smith, az Ida Red, az újak közül pedig a Red Ida Red, a Jerumin, a Luna, a Red Topaz, a Galiva, a Galarina, a B3341-es. Ezek nagyon jó porzó partnerek ezekhez a triploid fajtákhoz. Mivel hogy nehezebben termékenyül, ő nem úgy fog kötni, mint a Luna, hogy 3-as, 4-es, 5-ös csokrokban van az alma, hanem általában 2-esével vagy 1-esével áll a fán a gyümölcs. Éppen emiatt sokkal nagyobb méretű, mint a Luna. Érési idő tekintetében a Siriust általában szeptember 25 és október 5-e között lehet szüretelni. Tárolhatósága nagyon jó, normál hűtőházban április vége, május elejéig lehet tárolni. Hát az ízét azt mindenki ítélje meg, hogy milyen. Én nagyon-nagyon szeretem a Siriust is a Luna mellett. Talán valamivel lédúsabb, picit az évjárat is befolyásolja. Az a lényeg, hogy egy nagyméretű, ha valaki nagyméretű sárga almára akar rámenni, ennek az átlag mérete 80 mm plusz-minusz 5 mm, akkor a Sirius egy nagyon-nagyon jó választás. Így néz ki áruvá készítve. Régen így szállítottunk, és pár áruházakba szállítunk be almát. Régen ilyen sorolt fészkes tálcába szállítottunk be. Így néz ki áruvá készítve. Tehát látszik, hogy mondjuk a Luna esetében a fészkes tálcában egy sorban 6 darab volt, ebből csak 5, mert nem fér bele több, tehát másik fészek kiosztás kell hozzá. Az idén a betakarításkori cukortartalma 16,2-es, tehát ez egy elég komoly Brix index egy alma esetében. A következő fajta az Orion, és még mindig a sárgáknál vagyunk, szintén varasodásrezisztens, tökéletes varasodásrezisztenciája van, lisztharmattal szemben pedig csak toleránsnak mondhatnám. A Goldennek és az Ottavának a keresztezése, és látszik az, ez a felvétel, ugye az érési ideje szeptember vége, október eleje, tehát ugyanakkor érik, mint a Sirius, ugyanúgy triploid, tehát kell hozzá porzó, de ez a felvétel valamikor augusztusban készült, és ez az én kezem mellette, nekem egy közepes méretű kezem van, és látszik, hogy már augusztusban megvolt a 80-90-es méret. Tehát ez az alma még a Siriusnál is nagyobb gyümölcs méretre képes. Ez azt jelenti, hogy nem ritkán tudja a 100-as vagy a 100 pluszos méretet. Jó ez vagy nem jó, azt mindenki magának kell, hogy eldöntse. A piacnak nagyon picike része igényli a nagyméretű almát, az ilyen nagyméretű almát. Ugye nekem is a gyerekek, mikor kicsik voltak, mindig az ilyen méretű almát vitték el, mert a szünetben meg tudták enni, mert az iskola alma nem azt jelenti, hogy elvisz egyet az iskolába, és jó az egész osztálynak olyan nagyméretű, hanem férjen be a táskába. Valahogyan a 100 pluszos vagy 90 pluszos almát kicsivel nehezebb eladni. Van olyan piac, ahol többet adnak érte, de ez a ritkább eset. Ez is triploid fajta, tehát kettő darab porzó fajta szükséges hozzá. Na most Sirius, Orion, mind a kettő sárga, mind a kettő nagyméretű, mind a kettő triploid. Én azt szoktam javasolni, hogy egy telepítésbe vagy Orion, vagy Sirius legyen a Luna mellett, mint sárga fajta. Mind a kettőt nem érdemes telepíteni, mert ugyanakkor éri, ugyanolyan sárga, ugyanolyan nagyméretű. Annyi különbség, hogy az Orion egy kicsit cukrosabb alma, és nagyon jó a szárazságtűrő és a fagytűrő képessége. Így néz ki áruvá készítve, bizonyos évjáratukban kap egy ilyen picike, gyenge, pirult fedőszint, de ez az értékéből nem von le. És ismét egy piros fajta, szintén varasodás ellenálló, lisztharmat toleráns, ez pedig a Rosella. A Rosella érés ideje szeptember 15, szeptember 25 körül van.
rendkívül jó ízű fajta, nagyon szépen színesedik, nagyon jó pollenadó az Orion mellé, a Sirius mellé, korán termőre fordul rendszeresen és bőven terem. A gyümölcsméret olyan 70-75 mm-es. Magyarországon a Nébih csinált rajtunk kívül ilyen független kóstoló teszteket, ott rendszerint az első vagy a második helyen végzett. Hozzáteszem, hogy nem világbajnok fajta tárolhatóságban, tehát január vége, február eleje megválasztja ezt az almát. Nem véletlen az, hogy múlt héten volt az utolsó szállításunk a Spárba, mert először mindig a Rozellát visszük be, ugyanis a Rozellának normál hűtőházban a tárolhatósága már a vége fele jár. Még mindig elfogadható húskeménysége van ennek az almának, holott nem profi körülmények között volt tárolva. Egyetlen hibája azért van ennek a fajtának, hogy kálcium hiányos foltosodásra erősen hajlamos. A legerősebben az általam ismert összes almafajta közül. Tehát, hogyha nincs a talajunkban elegendő kálciumkarbonát, és mellé mondjuk még savas a pH, akkor ez a fajta foltosodni fog. Az első 6-8 évben utána a foltosodás mértéke csökkenni fog. Mit lehet tenni? Savas kémhatás, nulla kálciumkarbonát tartalmú talajokon nem javaslom a telepítését. Ha semlegeshez közeli a kémhatás, és van legalább 3-5% kálciumkarbonát a talajban, akkor már biztonsággal telepíthető, de akkor is oda kell figyelni, hogy 3-4 évente egy 800 kg, 1 tonna mészkőport kitegyünk az ültetvénybe, és még emellett is szükség lehet arra, hogy 4-6 alkalommal egy jó minőségű kálciumtartalmú permetrágyával kezeljük az ültetvényt. Különben foltosodni fog, és ez a foltosodás, ez egyrészt kizár minket a prémium piacról, másrészt pedig rontja a tárolási esélyeinket. Tehát rosszabbul tárolható lesz az alma. Így néz ki áruvá készítve. Erről a képről is látszik, ez már a tárolási időszak végén van, már kezd előjönni a kálcium foltosság a gyümölcsön. Tehát vigyázni kell a kálcium ellátottságával. Ez az úr itt költő Zoltán. Ő neki van körülbelül egy 15 hektár jéghálós M9-es alanyú intenzív gyümölcs felülete az általam emlegetett fajtákból. Őt azért említem meg, mert lehet szaktanácsot adni termelőknek, hogyha nem tartják be, akkor teljes mértékben felesleges. Na, ő az a példa, aki mindent betart. Savanyú talaja van, nincs benne mész, viszont 2 évente aláteszi az 1 tonna mészkőport, mellette 6-szor megadja a Rozellának a K-bicét, vagy a kárnevát, tehát kálcium tartalmú permetrágyát. És semmilyen foltosodás nincs a gyümölcsösében a Rozella esetében. Ha ő ezt nem tenné meg, amit javaslunk, nem tartaná be, az összes almája foltos lenne, közelebbről így néz ki. Tehát itt a kálcium hiányos foltosodásnak ebbe az ültetvényben a Rozellán nyoma nincs. Amennyiben nem meszezne, tiszta foltos lenne az egész. Brix indexe idén betakarításkor 14,8-as. Van olyan vásárlónk, aki ugye saját maga értékesít a saját üzleteiben, és azt mondja, hogy a Rozellát körülbelül 20%-kal magasabb áron tudja adni, és a Rozellának van egy visszatérő vásárló közönsége. Még egy fajta, a pirosak közül, ez is Csehországból származik, ugye a topázt általában ismeri mindenki. A topáz az az európai bioalma termesztésnek a alapfajtája, tehát ebből van a legtöbb Európában. A red topáz az a topáznak egy állandósult színmutációja, szintén Jaroszláv Tupi volt a fajtának a kiszemelője, szelektálója és nemesítője. Egy savas fűszeres dominanciájú október 10-e környékén érő
nagyon kemény húsú, baromi jól tárolható, varasodás ellenálló fajta, viszont nagyon erős a növekedése. Tehát a növekedési eréje az agresszív, a rettopászhoz egy külön meccési korona alakítási technika tartozik, majd a meccéses dolgoknál el fogom mondani. Így néz ki áruvá készítve, nagyon szép a színe, jó a mérete, egy picit lapított almáról van szó. Az idei betakarításkori Brixe 16,2-es volt, és már van a feketére érő változata is, a Black Topaz, de ebből soha nem lesz bejegyzett fajta, mert a nemesítő úgy döntött, hogy nem engedi ki a piacra ezt a fajtát. Már lilába hajló fekete színe van, tehát az meg legyen a padlizsán, az almának ne legyen olyan színe, bár van egy olyan fogyasztói közönség, körülbelül a fogyasztók 3-5%-a, aki igényli ezt a majdnem, hogy lilába hajló feketés színt. Majd beszélek egy ilyen fajtáról is. Megint egy érdekesség, ami nagyon kilóg a sorból. A fajtának a neve, ez a csúnya, UEB3802/6. A márkanév az pedig az Allegro. Miért mondom azt, hogy kilóg a sorból a fajta? Azért lóg ki a sorból a fajta, mert eddig csak szeptemberi, meg októberi érésű fajtákról beszéltem. Ez a fajta, ez meg júliusba érik. Július közepe, plusz-minusz 5 nap az érési idő. Ez miért érdekes? Ez azért érdekes, mert általában munkaerő az nagyon-nagyon kevés van, meg egyre drágább, és az a gyakorlat, hogy nem idény munkásokkal szüretelnek, hanem próbálják a szüreti munkacsúcsot széthúzni, a legjobb embereket megtartani, akik tudnak gépet vezetni, hűtőházat kezelni, traktort vezetni, értenek a növényvédelemhez. Megmaradt 3-4-5 alkalmazott egy cégbe, viszont ők képtelenek leszedni mondjuk 15 hektár almát, éppen ezért a szüreti munkacsúcsot húzzuk szét júliustól egészen október végéig. Ez egy nagyon korán szedhető fajta, és annak ellenére, hogy nyári almáról van szó, megszoktuk azt, hogy nyári alma egy ilyen számomra kellemetlen borízű valami. Na ez nem az. Ez egy roppanós, kőkemény, jó savtartalmú, elég jól tárolható, november-decemberig lehet hűtőházba tárolni ezt a fajtát. Nézzük meg a színét. Gyönyörű a fedőszíne. És a gála előtt vagyunk egy hónappal, azért is hívom úgy, hogy a júliusi gála. A gála előtt terem egy hónappal, tehát baromi jó, behozza a kertbe a kereskedőt, a vásárlóközönséget, piac bevezetésre való. Nem mondom azt, hogy főfajta és 20 hektár kell belőle, de mondjuk egy 5 hektáros kertbe egy fél hektár elfér, sőt kell is, mert egyrészt széthúzza a munkacsúcsot, másrészt pedig gyönyörűen bevezeti az almának a piacát, tehát ez egy nagyon jó piacnyitó fajta, viszont nagyon gyenge a növekedési eréje, tehát gyengén nő, emiatt szoros, szűk tőtávolságra lehet ültetni, és csak a legjobb talajadottságok közé való, mert sovány talajon nem nő meg, tehát hamar levénül, hamar leöregszik a fa. Bonita, hadd jegyezzem meg, hogy bonitát Romániába én nem hozhatok be, és nem is adhatok el. A Bonita a Dél-Tiroli Faiskolai Szövetség jogosultsága Románia területén, tehát szaporítom, értékesítem, de nem adhatom el önöknek ezt a fajtát. De hagyj beszéljek róla, mert az olaszoknál meg lehet venni. És miért érdemes beszélni róla? Ez is Prágából származik, ez is a cseheké, ez a nemesítés. Ugye beszéltem az elején azt a szelekció szisztémát. Ennek az igazi neve az, hogy UEB I406-os. Az UEB ugye a Prágai Botanika Intézetnek a rövidítése, a 406 pedig a 406-os kísérletből származik. Itt van, hogy szeptember 9. A fajta mikor érik? Október 20 körül, késői érésű fajta. Szeptember 9-én csináltam ezt a fotót valamelyik évben. Érés előtt 50 nappal kész van a színe. Gyönyörű fedőszíne van, és a gyümölc 100%-ára kiterjed a fedőszín. A fáról levéve, beleharapok, hát ettem már jobbat, egy a sok közül, úgy mint ló a répát, meg tudom enni, nem jó.
decembertől. Olyan íze van, hogy varasodás ellenálló, kiegyenlítetten terem, nagyon kiegyenlített a gyümölcs mérete, jó a gyümölcs színe, jó, nagyon jól bírja a tárolás, jobban bírja a tárolás, mint az idaret, pedig az már nem gyenge. És piszok jó íze van. Ebből a fajtából világsiker lesz. Csak az a baj, hogy nem adhatom el Romániába, pedig biztos, hogy évi 50 ezer fát eladnék Romániába. Ez sajnos Magyarországon igen, de nekem azt is le kell adnom, hogy a fa hova kerül, koordináta szerint. És nem adhatom el önnek, hogy áthozza Romániába. Sajnos. Csak azért beszélek róla, mert érdemes kipróbálni a fajtát. Olaszországban lehet megvásárolni, tehát az olaszok eladhatják ide, mert az ő fajt, ők vették meg a jogot. Nekem csak Magyarországot adták ide. Érdemes kipróbálni, biztos, hogy 15 euróért fognak adni egy fát. De nagyon jó fajta, csak azért beszéltem róla. Szintén bonita, nem fájdítom senkinek a szívét, ez az én, vagy a cégnek a saját ültetvényéből egy idei kép. Ebből még most 13 hektárt fogunk eltelepíteni, annyira jó, és annyira igény. Bár az áruház várja, hogy legyen ilyen alma. Idei BRIX index a betakarításkor 15,8-as. Még 3 almafajta van, ezek már nem, vagyis hát sok almafajta van, 3-ról fogok beszélni, ezek már nem varasodás rezisztensek, hanem kifejezetten varasodás érzékenyek, tehát én bio termesztésben ezeket csak a legfelkészültebb termelőknek merem ajánlani. Jonagoldot ismeri a világ, Jonagoldot ismeri minden termelő. A Jonagold klónok nagyon hajlamosak spontán rügymutációra, amik állandósult mutációkká válnak. Magyarul a Jonagold fajtakörbe tartozik legalább 70 fajta. Ha azt mondom, Jonika, Marnika, Dekosta, Novajó, Red Jonaprince, Jonagored Supra, ez mind ebbe a fajtakörbe tartozik. Ebből most a nem is a legújabb, de a legjobb, ez a Red Jonaprince nevezetű fajta, vagy Wiltonsféle Red Jonaprince. Jó nagy méretű, nagyon szép fedőszínű, baromi jó ízű alma, viszont nagyon érzékeny varasodásra, nagyon nehéz megvédeni varasodással szemben. És a lengyeleknél ez a legnagyobb arányban termesztett fajta, ez talán a legnagyobb hiba, mert a lengyelek dömpingelik vele egész Európát. 17,8-as volt a betakarításkori cukortartalma. A másik, Red Ida Red. Ugye az Ida Redet ismeri a világ, de az Ida Redet kivárni októberben, hogy beszínesedjen, az kihívás. Nem jól színesedik. Ehelyett már van egy vörös színű színmutánsa, ez a Red Ida Red. Ugyanolyan termékeny, mint az Ida Red, ugyanolyan varasodás is, lisztharmatérzékeny is, mint az Ida Red, tehát nehéz vele bánni, viszont mindig terem, sokat terem, nagyon jól tárolható, íze olyan, amilyen, közepes, de ismerik a fogyasztók is, egy eladható fajta, és soha nem hagy cserben, mert még a fagyos években is van rajta gyümölcs. Megyünk tovább, utolsó almafajta, amiről szeretnék beszélni, szintén varasodás érzékeny fajta, nem igazából bio termesztésre ajánlott. Ugye 60-as években bejött a Star King, aztán egy csomó Star King típusú alma, amit úgy hívnak, hogy a red spúrok, a vörös spúrok, rügy típusú almáknak a csoportja, ez mindig is hosszú, megnyúlt, bütykös végű, általában a régi klónok ilyen cirkásak voltak. A red spúr, ugye a Star King után jött a Welsh spúr, a red chief, a super chief, és most a sorozatnak a legnagyobb fajtája, ez a Jeromin. Szeptember közepe, az érési idő relatív jól tárolható, és ez a bordós feketébe hajló fedőszíne van. Nagyon szubjektív az alma, én az ilyen almát nem szeretem, de van aki rajong érte. Tehát ez a Jeromin nevezetű fajta. Ipari fajtákról nem beszélek, csak annyit, hogy ezt is szaporítjuk előrendelésre. Én az ipari alma termesztésben nem hiszek, én az asztali alma termesztésben hiszek. Azt szokták mondani, ipari almát nem termelünk, hanem képződik magától. Az étkezési alma mellett 20-30-50%-nyi.
Vannak olyan fajták, amik kifejezetten ipari célra lettek nemesítve, ilyen a Recolor, a Recarda és a Renaultra, és el is felejtjük őket, nem beszélek róla. És van egy csomó újdonság, ami ott vár a kapuba, például a Fujit, hogyha valaki ismeri a Fujit, vagy a Fuji Fubraxot, a Kiku 8-ast, az tudja, késői érésű, nagyon édes almát, nagyon magas varasodás érzékenységgel. A Fujinak most már van egy rezisztens változata, jelenleg ez a neve, hogy 658/1, fog nevet kapni, nem biztos, hogy fajta lesz belőle, lehet, hogy megmarad fajta jelölt szinten, 6 éve terem nálunk, kiegyenlítetten nagyon szépen, az édes ízű almáknak a kedvelőinek nagy fajtája lesz, ha lesz belőle fajta, egyenlőre ezen a néven fut, hogy 658/1-es, de körülbelül 70 új fajtát vizsgálunk még, vagy fajta jelöltet nézegetünk, van itt egy izgalmas nevű, ja, hát itt látszik a 658-asnak a cukra, idén 16-6-os volt. Egy izgalmas nevű Pia 28, ez a neve, nem tehet róla szegény. Nagyon érdekes fajta, de még vagy 70 ilyen érdekes fajta jelöltet tesztelünk, már 6-8 éve, de úgy gondoljuk, hogy a fajta innovációban is meg kell húzni a határt. És arra szántuk el magunkat, hogy kicsit lassítunk ezen az ütemen, és a tesztelési fázist nyújtjuk meg még 3-4 évvel, hogy nem kell ide 10 újdonság, a 10-ből egy kell mindig a legjobb, viszont hosszabb ideig teszteljük most már ezeket a fajtákat. Hát itt a Brix Indexeket sorba kottáztam, annyit csak a lényege, hogy lássuk azt, hogy a sor elején a 3340, 3341 és a piros belsejűek, a Galarina van, mint alacsony cukrú, magas savtartalmú fajták, a legédesebbek pedig a Galiva, a Redjona Prince, illetve ez a 658/1-es fajtájáról. Az összes többi az pedig valahol a kettő között helyezkedik el félúton. Keményítő tartalommal nem foglalkozok most, hanem rátérek egy kicsit a szilvára. A világon terem 19 millió tonna szilva, ennek a fele Kínába. Kínaiak csak saját fajtával dolgoznak, helyi tájfajtákkal dolgoznak, és az ott el is fogy bőven az a 6 millió tonna, tehát Kína nem csinál exportot szilvából. Utána Európa, ami a mi számunkra fontos, 1,6 millió tonna szilvát termel, aminek a zöme Szerbiába képződik meg. Szerbia után Románia, Magyarország még jelentős szilvatermesztő nemzet. Mellesleg a szerbek ennek a 700 ezer tonnának a felét kifőzik pálinkának. És nem rosszul, jó pálinkát csinálnak a szerbek. Nálunk terem Magyarországon 50-70 ezer tonna, Romániában valamivel több, de Magyarországon is ezelőtt 15 évvel még 150 ezer tonna volt. Tehát lefeleződött, leharmadolódott a, úgy mondom, a Kárpát-medencében előállított szilvának a mennyisége. Holott a németek és a balti államok, valamint a skandináv államok igényelnének több szilvát. Nekünk körülbelül 6000 termelővel van közvetlen kapcsolatunk, ebből több mint 1000-en foglalkoznak szilvával, és ezt tudják a gyümölcskereskedők is. Szilva szezonban folyamatosan csörög a telefon, Szabolcs, mondjál nekem olyan helyet, ahol van egy 8 éves top hit ültetvény, és képes nekem 2 nap alatt telerakni egy kamiont, mert vinném Észtországba. Kötöm őket össze, a keresletet a kínálattal. Nagyon kevés olyan termelő van, aki 2-3 nap alatt egyfajtából egységes minőségbe meg tud rakni egy kamion. Tehát volna kereslet friss szilvára, fagyasztott felezett szilvára, aszalt szilvára, lekvárra, illetve pálinkára is, de egyöntetű áruval nem tudjuk kiszolgálni azt a piacot. Jelen pillanatban ugye Magyarországon az alma durván 450-500 ezer tonna per év, utána következik volumenét tekintve a megy, a szilva harmadik helyen áll. Nem sokáig, 10 éven belül a szilva fel fog jönni a megynek a szintjére, ugyanis sokkal jobb kondíciókat biztosít a termelőnek anyagilag. Jelenleg a legkifizetődőbb gyümölcsfaj, ez látszik a tavaly beadott pályázatokból, 2700 hektárra adtak be pályázatot Magyarországon, a tavaly augusztus 23-án lezárult pályázati ciklusnak ez az összesítése.
és ebből 300 hektár szilva volt, a megy szintén 300 hektár körül. Az előző ciklusban még dupla annyi megyet ültettek, és a szilva még jobban fog felfele húzni, tehát szerintem 10 év alatt összeér a szilvával. Nagyon extenzív a termesztés, 10-12 tonna per hektárok az átlaghozamok, az ültetvények zöme még mindig öntözetlen, de azért nő az öntözött ültetvényeknek az aránya is. Alany használatáról egy pár szót. Ugye még mindig a Mirabolán a vezető alany a szilva esetében. A ország ültetvényének a 98% az Mirabolán alanyú, nem véletlenül. Ugye a Mirabolán a nagyon gyenge szerkezet nélküli, alacsony szervesanyagtartalmú, alacsony humusztartalmú homokot is jól bírja, meg az üvegkemény kötöttségű 55-ös agyagtalajt is baromi jól tolerálja. Tehát majdnem mindenhol tudjuk termelni, ahol a tavaszi fagyok gyakorisága ezt lehetővé teszi. Miért jó még a Mirabolán? Azért, mert olcsó. Jelen pillanatban 80 forintért lehet Mirabolán alanyt venni, tehát olcsó alany. Jól ered rajta a szilva, nincsen kompatibilitási probléma, minden fajta jól összejön a Mirabolánnal, viszont vannak az újdonságok, az új vegetatív alanyok, hát nem is annyira újak, a Vavit vagy a Saint Julien nevezetű alany, ezekkel az a baj, hogy már több mint 1 euróba kerülnek, csak olaszoktól, franciáktól tudom behozni, mire nálam megáll az udvaron, már 1,3 euró. Kiültetem szemzésre, 10%-a nem ered meg, másik 10%-a nem vastagszik be augusztusra, tehát nem tudom beszemezni. Mondjuk 1000 szemzésből nem lesz csak 700 fa. Magyarul egy oltványra rá kell számolnom másfél alanynak a költségét. Ez azt jelenti, hogy 6-700 forint között járok, és ez még csak az alanynak a költsége. Ezt valahogy az oltvány árába el kell ismertetni, vagy el kellene ismertetni. Viszont amikor 1100 forintba kerül mondjuk egy Stanley oltvány, akkor nem mondhatom azt, illetve mondhatom, hogy ez meg 2000 forint, mert más az alanya, de a termelő azt mondja, hogy nem kell. Nekem az olcsóbb kell. Lehet, hogy igaza is van. Csináljuk vegetatív alanyon is. Ezeket a szilvákat viszont csak előrendelésre. Nem tudom bevállalni ennek a drága alanynak a rizikóját. A másik, hogy a Vavit és a Saint Julien alany, amellett, hogy törpésít, ha valami kicsi gigszer van az öntözésben, a gyümölcsméretre is elég negatív hatással van. Érdekes még az adaptabil nevezetű alany, ami még a jövő, de egyébként itt Romániában nemesítették román meg francia kutatók a Maracsinyéri Kutatóintézetbe. Az elég bíztató, meg elég jól néz ki az adaptabilra szemzett alanyok. Hát kell még hozzá 5-6 év, hogy elkezdjen terjedni. A Mirabolánnak van egy vegetatív változata, a C29-es, ez jól működik, ez nem aprósítja le a gyümölcs méretet. Szilvahimlőről egyetlen gondolat. Ugye úgy láttam, ez az épület, ez most lett felújítva. Nem régen, vagy úgy, nem tudom. Az biztos, ha jobban szétnézzék, talán még már látok. Van pókháló, van. Ha én veszek egy új lakást, és idehagyják a kulcsot nekem, hogy Szabolcs, itt az új lakásod, tegnap festettük, még nem száradtak ki a falak, bemegyek az új lakásba, tuti, hogy a pók már ott van a sarokba. Magyarul hamarabb volt kulcsa, mint nekem. Valahogy a pók az ilyen. Na a szilva és a szilvahimlő, a plumpox vírus, vagy a sarkavírus ugyanilyen. Ugyanilyen. Még szilva nem volt, de a szilvahimlő már létezett. És azt mondom, hogy nincsen szilva vírus nélkül. Mondjuk a szilváról azt is mondják, hogy mikor a jó Isten teremtette a szilvát, akkor Szatmárban már 70 liter ki is volt főzve. Ebbe is lehet, hogy van valami igazság, de az biztos, hogy véleményem szerint vírusmentes szilva nem létezik, csak tünetmentes szilva létezik, és csak analitikai érzékenység kérdése, hogy ki tudja mutatni a vírust valamiből. Mégis van jelentősége a vírusmentességnek, mert, vagy a vírusrezisztenciának, mert vannak úgynevezett vírustűrő fajták, vagy vírustoleráns fajták, ilyen például a német topsorozat, vagy annak az elődei, amik nagyon nehezen vírusosodnak, vagy egyáltalán nem vírusosodnak le. Miért probléma a vírus? Csökkenti a termőképességet, kémiailag nem lehet védekezni,
csak megelőzéssel tudok védekezni, mi terjeszti a vírust általában az atkák és a levéltetvek. Tehát atkák és levéltetvek elleni célzott védekezéssel tudom megakadályozni egy ültetvénybe a vírusnak a termesztését. Ez az egyik oldal, a másik egy genetikai oldal. Egy besztercei szilva 5. éves korára biztos, hogy vírusos. Egy prezenta 15. éves korában sem biztos, hogy vírusos. A régi fajták közül is, mondjuk a Stanley, nagyon nehezen vírusosodik le, de ha levírusosodik, akkor elveszti az export képességét és a piac képességét, illetve kevesebbet is fog teremni. Fajta használat, ugye említettem már egy pár fajtát, mondjuk 20 évvel, 25 évvel ezelőttre visszamegyünk, akkor a Stanley, illetve a csacsaki sorozat, a Csacsanszka, Lepotica, a Rodna, a Rána, a Najbolya, a Blufre, President, besztercei klónok, itt a Tuleugrász, stb. Mint választék bővítő fajták megjelentek, de a legjelentősebb mindig ez a kettő volt, a Stanley, meg a C-lep, a Csacsanszka, Lepotica. A többi az a futottak még kategória volt. 2005 körül, tehát körülbelül 15 évvel ezelőtt jött egy rakat új fajta, a Jojo Haroma Haganta Presenta Elena. Ebből az Elena már eltűnt a süllyesztőbe, mert hiába vírustoleránsnak mondták, nem az, nagyon könnyen vírusosodik, viszont a Haganta, Presenta, Jojo Haroma még mindig nagyon-nagyon jó fajták. Aztán 2008-2010-ben jött egy igazi váltás a fajta választásban, és bejött a német top sorozat. A Top First, a Top Heat, Top 5, Kulinária, Top N Plus és társaik. Aztán itt van az ajtóban már a Moni meg a Franci, de nem fog tudni elterjedni, mert a nemesítő 5 eurót kér egy fa után licenszdíjként. Az most olyan 1800 forint, ha jól számolok, és még le se szemeztem. Tehát 3000 fa, 10 euró, 8-10 eurós fa nem tudom olcsóbban megcsinálni, a termelő meg nem szívesen fizeti ki, tehát valószínűleg nem fogok Monit meg Francit szaporítani ezek miatt, az okok miatt. Nézzük kicsit a top sorozat tagjait, és a Top N Plus-szal kezdem. A Top N Plus egy slágerfajta, már ismerik a fogyasztók, már ismerik a kereskedők, jelenleg a legmagasabb áron tudom értékesíteni a gyümölcsöt. Top N Plus jelenleg a világon a legkésőbbi érésű szilvafajta. Ez azt jelenti, hogy a prezident után 7-10 nappal érik. Ez általában mit jelent? Szeptember 20-tól október 5-ig szüreti szezon. Vírustoleráns, baromi nagy méretű, nagyon magas cukortartalmú fajta. Viszont csak és kizárólag friss fogyasztás piacára ajánlom. Üzemi lekvárkészítést nem lehet belőle csinálni, mert a csonthéj, tehát a magnak a hegyes vége letörik és tönkreteszi a szeparátort a lekvárkészítés során. Nem jó, de olyan drágán eladható el a friss gyümölcs, hogy nem is érdemes feldolgozni semmi más. Ez egy kifejezett hatalmas méretű és kifejezetten a friss fogyasztás céljára alkalmas fajta. Ez a gyümölcs, ami itt van ebben a ládában, nem túl szép. Egyrészt rosszul van szedve, mert a viasz meg van sérülve, a viasz réteg, másrészt látszik, hogy ez nagyon komoly jégverés kapott. 2019. augusztus 23-án volt egy fajta bemutatónk Gáva Vencsellőn, Losonci Károlynál. Ő a legfelkészültebb Top N Plus ügyben, csak Top N Plus fajtája van, viszont kidolgozott egy nagyon jó tárolási módszert. Még a szüret napján, szüret estére 2 Celsius fokra le van hűtve a szilva. Éjszakára ráenged egy Smart Fresh-es kezelést a hűtőkamrára, másnap hajnalba pedig leviszi a hőfokot, mínusz 0,5-re. Na mondjuk ehhez technológia kell, mert ha nem jó a termosztát, nem jó a technológia, és véletlenül mínusz 0,9 sikeredik, tök mindegy, hogy mennyi cukor van abban a szilvában, mínusz 0,9-nél már meg fog fagyni. Viszont mínusz 0,5-ön december 10-én veszi ki a hűtőből, és akkor megy Németországba 1,1 eurós kilónkénti nagybani kamionáron.
Ezért nem érdemes feldolgozni a Top End Plus-t. Aki nem tud hűteni és fa alól adja el, az is mondjuk az Elenát idén 70 forintért lehetett adni, a Top End Plus fa alól 150 forintért lehetett adni, kicsibe, nagyba. De igazából úgy éri meg, ha felkészülünk és tudjuk tárolni ezt a fajtát. Ez az az ültetvény, itt is látszik a jégverés a gyümölcsön, ez egy korai jégverés volt egyébként, ez egy májusi, de szeptember végén is ennyire meglátszik a gyümölcsön. Ez egy tavaly augusztusi saját kertembe készült felvétel, ez azért érdekes, mert ez Saint Julien alanyon van. A Saint Julien alany egy törpésítő alany, ez egy 10 éves fa, és még mindig ilyen pici, de látszik, hogy a gyümölcs méretet mennyire csökkenti mondjuk a Saint Julien alany használata, ha az öntözésben gigszer van. Ugyanez igaz a Vavitra is, csak ezért visszatérve, de azért mutat a fán a szilva. Tehát így is nagy méretű, de a törpésítő alany körülbelül 10 mm-t levesz a Mirabolánhoz képest a gyümölcs méretből. Top sorozatos fajta, az volt a neve, hogy Top Taste, viszont az USA-ba kihoztak egy őszi barackot ugyanezen a néven, és át kellett a fajtát keresztelni kulináriára. Nagyon-nagyon-nagyon finom. Sokkal jobb az illata, mint a Top End Plusnak, magasabb a cukortartalma, sárgabélű, magvaváló, vírustoleráns, közepes méretű, tehát nem olyan hatalmas méretű, mint a Top End, és nem fagyérzékeny, mert a virágzása középkései, augusztus utolsó dekádja második fele az érési idő, különlegesen finom, friss fogyasztásra alkalmas szilva, de mivel hogy nem törik a csonthéjnak a vége, ezért lekvár készítésre, asszalásra is tökéletesen megfelelő. A Top 5, ez egy augusztus közepi fajta, nem nagy méretű, viszont rengeteget terem, tehát nagyon nagy tömeget ad, nagyon illatos, nagyon finom gyümölcse van, iszonyatos jó pálinka alapanyag, nagyon-nagyon jó aszalási alapanyag, nagyon-nagyon jó lekvár alapanyag, szándékosan nem mondom a friss fogyasztást, mert ugye ez nem az a nagy méretű szilva, ami eladja magát, ez 35 mm körül van, ez a Top End Plusnak a fele, viszont egyöntetűen érik és egyszerre lehet szüretelni. Top Hit, ez közvetlen a Top End Plus előtt érik egy 10-14 nappal, nagy méretű, nagyon-nagyon finom fajta, rendkívül bőtermű és szintén vírus ellenálló. Azt hiszem az ott egy 1 eurós, sőt már látom is, hogy az egy 1 eurós, tehát látszik a méret, hogy milyen gyönyörű mérete van a Top Hitnek. A Top First, a Top sorozat legkorábbi tagja. Ha van valakinek csacsanszka ránája, tehát a csacsaki sorozatból a legkorábban érő, a Top First egy 3-4 nappal még ezt is megelőzi. Nyilván korai szilva nem lehet nagyméretű, 35 mm körül van a mérete, viszont mint az almánál mondtam az Allegrót, hogy jó piacbevezető fajta, a szilváknál a piacbevezetésére a Top First nagyon-nagyon alkalmas. Ide írtam még két fajtát, Topper és Top Gigant. Szintén top sorozatos fajták, szintén vírus ellenállóak, de nem jól teremnek. Egyik évben sok, másik évben semmi. Nem javaslom ezt a két fajtát. Itt van pirossal a Juna, az viszont még a Top First előtt van. Azt mondják jó. Azért mondom, hogy azt mondják, mert nekem még nem volt, nincs vele tapasztalatom, de még a Top Firstnél is korábbi fajta. Egész Magyarországon van vagy 3 hektár, beszéltem a tulajdonosokkal, azt mondják, hogy egy jó korai, jóféle, jófajta, finom korai szilva. Lehet, hogy be fog futni ez a fajta. És az utolsó utáni fajta, Jófela. A Lunánál meg a Bonitánál vettem egy nagy levegőt itt megint. Nemesítő azt mondja, azt írja a katalógusába, a fajtával új időszak kezdődik. Én mindig azt mondom, hiszem, ha látom. Én nem szeretem a szilvát, bocsássák meg nekem. Még a pálinkát sem. Viszont 6 évvel ezelőtt Franciaországban megkóstoltam ezt, a Jófelát. Brutálisan finom. Azóta már van Magyarországon vagy 4-5 hektár termőültetvény, még most kezdtük el szaporítani. Még a faiskolában is most van először belőle, vagyis most lesz majd őszre igazából nagyobb mennyiség. Volt egy bemutatónk Nyírmadán, ott még nem volt érett a Jófela,
De majd lesz onnan egy kép. Az biztos, hogy több a szilva, mint a levél, és annak ellenére nagyon jó a mérete, és nagyon-nagyon finom szilva. Tehát ez az a szilva, ami hát embert nem fog érte ölni, de ezt megeszem. Tehát legalább annyira finom. De ami a lényeg, vírus ellenálló, nem bántja a szilvarosda, és nem bántja a gyümölcs monilia. Augusztus közepén érik, ez az egy baja van, akkor érik, mint a leputika, meg az összes többi szilva. Tehát dömping van a piacon, viszont ez az ízével és a termőképességével kiemelkedik, és a két hétig hagyom a fán még teljes érésbe, nem hullik le, és nem kezd el a fán moniliásodni. Tehát ez önmagában egy nagyon komoly tény a jófele esetében, és ez aznap készült abba a kertbe. Hát ez a kép, ami érdekes. Tényleg több a szilva, mint a levél, és ezt tudja, majdnem minden évben van némi hullámzás benne, de mondjuk úgy, hogy van olyan, hogy nagyon sokat terem, meg van olyan, hogy sokat terem. Én ezelőtt 20 éve foglalkoztam szamóca termesztéssel, már még egyetem alatt kezdtem, és mindig azt mondom, hogy volt jó évem, meg nagyon jó évem. És mikor elvert a jég, még akkor is jó évem volt. Na, ez a szilva ugyanilyen, hogy sokat terem, vagy nagyon sokat terem. Ez a két verzió van. És én a végére értem. Köszönöm szépen a figyelmet.